Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, rendhagyó résszel érkeztem az offroad szimulátorunkba, mivel nem egy járművet fogunk kipróbálni, hanem egy trailer pakkot, ami vagyis nem is egy trailer pakkot, hanem összeszedtem néhány darab vontatmányt, így random válogattam a neten, csemegézgettem, és úgy gondoltam, hogy kipróbáljuk együtt őket. Megmondom, hogy ezt ki sem próbáltam, lehet, hogy van benne olyan, ami bagos lesz, azt nézzétek el nekem, de úgy gondoltam, hogy együtt próbáljuk ki, együtt csodálkozzunk rá, hogy milyen csodákat tud művelni ez a game, mármint ez a játék, meg ez a jármű például az ill, ezekkel az extra nagy trailerekkel. Nos, nézzük, nyomjuk egy Start Engine-t, mivel arra biztos, hogy szükségünk lesz, meg kapásból lekapom ezt a valamit, és akkor fel kell raknunk egy traktort, ugye? Ugye ez mindenképp nyerges szállítmányok, tehát mindenképp kell felszerelnünk egy ilyen vonófejet, különben nem fogjuk tudni őket szállítani. Na, azért álltam ide az ille, mivel valószínűleg, hogy lesznek benne jó nagy darabok, és akkor... hogy férjen el. Na hát van egy ilyen dolog, ez szerintem valamilyen marha nagy szállítójármű, gondolom valamit cement lehet. Súlya az van, mivel a kapásból elég jól meginogott a jármű, de nézzük tovább. Először próbáljuk meg, hogy milyenek vannak, és utána kiválasztunk egyet, amit megpróbálunk elvontatni, mondjuk a falerakatig, oké? Okay? Ezt levesszük, nézzük egy ilyet, ez gyári. Ugye ez gyári, ez volt eddig is. Ó, oh, mi a franc? Jézus Mária! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Valami 8 darab tengelyen. 2, 4, 6, 8 darab tengely van ez alatt a üzemanyag szállítmány alatt, ami mi mögül gyakorlatilag ki se látnánk, hogyha vontatnánk. És nem is tudom elképzelni, hogy mekkora lehet, de kapásból kaptunk valami 12 ezer liternyi üzemanyagot, hogyha ezt szállítjuk. Nézzük tovább. Ó, panelek, és ezeknek a paneleknek is van súlya. Ezek ilyen betonpanelek, ahogy látjátok, ezek ugye, mint a panelházak, amikből felépülnek olyanok. És úgy érzem, hogy ennek megint van súlya, sőt, szerintem ennek iszonyat nagy súlya lehet, mivel mint hogyha már a trailer itt görbülne alatta. Na, hol tartottunk? Kicsit bebelagó lettől a modifikációtól a játék. Hoppá, egy üzemanyag szállító szintén, ami csak egy ilyen kéttengelyes. Ez egy ilyen kis barátibb. Ez ugye megint volt. Ez meg mi a franc? Vízkonténer valami, valamilyen vízszállító konténer. Elvileg legalábbis azt írja. Hát eléggé masszívnak néz ki így kapásból. Elég furcsa vízszállító, nézzétek. Ilyen nagyon durván néz ki. Inkább úgy néz ki, mint valami tömörvas. Nem tudom. Na. Trailer with ATV. Ja, ez meg egy ilyen sima plató. Mi van rajta egy ATV? Nézzük meg ennek az advanced-jét, hogy nem lehet erre feljárni más járművel is. Nem, semmi. Nem lehet. Csak egyszerűen annyi, hogy lehet az lehet üzemanyagnak hely. De ezt nézem, ez a marha nagy plató, ez semmire nem, semmilyen cél nem szolgál. Ja, meg hát ugye nem tudom, azt láttátok-e, itt van rajta egy ilyen kvar. De hát, ami persze nem használható természetesen. Change trucknál nem lehet kiválasztani, hát ez egy, nem tudom, ez egy ilyen dolog. Na nézzük akkor, mi van még. Trailer with kotrógép gyakorlatilag, fel van egy kotrógép, aminek a test, vagy a súly középpontja az eléggé furcsán van megoldva szerintem súlyelosztása, mivel kapásból inkább nem felfelé emelkedett a járművünk hátsó kereke, mint lefelé nyomta volna, kicsit hátul van a súlya ennek a kotrógépnek. Hát valamennyire, gondolom egész jó ki van dolgozva viszonylag. Igen, és hátrafele húzza ezt a trailert. Na, még milyen lehetőségünk van? Még van kettő. Jönem egy darab. Mi a túró ez? Jézus Mária, mi a franc ez? Ez egy marha nagy ilyen rönk. Hát, Jézusom, nézzétek meg a hátsó kerekemet. Kapásból majdnem, hogy felnéig le süppet. Hát, megpróbálom ezt elvinni, nem tudom.
Alig tudtam megmozdítani, de hát ezt tudjátok, milyen hosszú. Ez valami beteges. Mi ez? Attól félek, hogy addig fogom ezt szúrottatni, ezt a szállítmányt, amíg be nem érek a sárba. Menj neki a fának, hát nem hiszem el. Hát, ezt tudjátok, ez milyen nehéz lehet? Nem az, hogy elforog a kerekem, hanem egyszerűen nem forog. Ó, hát ezt nem kellett volna ide belehoznom, hát belefréselte a sárba a járművel. Nyomunk egy F1-et, az visszamegyünk a garázsba, azt megpróbálkozunk másik út irányra. Bár mondjuk ezzel a szállítmányon nem valószínű, hogy nagyon meg fogok én fordulni. Mi a franc történik? Nézzétek, nem forog a kerék, nyilgázban vagyok, hanem egyszerűen nem akar elindulni. Nincs erő a gépbe. Na, légy szíves, indulj el legalább. Hát ez túlzás. Na, van egy ötletem. Csináljunk egy olyat, hogy kilépünk. Főmenübe, és akkor nyomunk egy olyat, hogy play, és mondjuk menjünk a vulkánó pályán. Ugye a vulkánó pályán lesz olyan lehetőségünk, hogy itt vannak a nagy ágyuk, mondjuk úgy, hogy nagy ágyuk, és akkor belepörgetek egy kicsit az idővel. Így. Nem. Mi ez? Valami értelmes időre, na. 9 óra, jó. És akkor próbáljunk meg, ugye mindig írtátok, hogy miért nem használom a nagy maszt, ezt a... Jó, mert azon nincs ulomfej. Na várjatok akkor. Ezt lekapom a kismazról. Kismaz. Jó. És egy kicsit előbbre járok, hogy legyen hely a szállítmánynak, bár így nem, itt sem fogom tudni felvenni. Ezért inkább lehet, hogy az lesz, hogy... Ja, de a másik is tud vonó traktort felrakni, ugye várjátok, kijárok ezzel a kicsivel. Kicsivel nem tudom miért kicsi, ez miért nevezem kicsinek. És akkor cserélünk egyet a másikra. Arra. És ezt megnézzük, hogy igen, erre is lehet traktor. Na. És akkor erre megpróbálunk rakni. Valami nagy szállítmányt, amit elmondhatunk. Oké? Azt nem tudom, hogy fogok én ezzel bánni oda, ide, hogy a szállítmány elférjen, fel tudjam rakni egyáltalán. Úgyhogy csinálunk egy kis helyet. Az U-azt még félrelöktem, de szerintem ezt a maszt nem fogod. Na, nézzük, hogy mégis mi fog történni, így. És akkor... Na, hol tartottunk? Kicsit hátrébb kell tolatnom, vagy miért nem akar elő? Ja, ott van. Gyerekek, ennek felmond a traktor, és mégse elérhető a izé neki, látjátok? Nem tud vontatni semmit. Nincs arra lehetőség, ez nem arra szolgál ez a jármű gyakorlatilag. Hát akkor mégiscsak a kis mozzal kell valamit ügyeskednem, ezzel is félre járok. És akkor... Harbenszer, change track, és akkor az... Ez marad, ugye? Hát sajnálom. Jaj, de nagyon nem össze-vissza csinálok én mindent itt. Mindjárt eltűntöttem innen a fölösleges dolgokat. Valahol volt itt még, ez micsoda. Ez meg mi az, gyerekek, nézzétek már. Nem már ilyen plusz dolgokat is lehet utána akasztani, akkor, hogyha ez van mögöttünk. Ezt nem is láttam. Nézzétek. Ugye, hogyha nincs, nem vonó fejet használok, nem jó a pozícióm, azt írja a galár. Nincs elég hely neki, hogy felvegye gyakorlatilag. Na, nézzük innen. Hát nem hiszem el, hogy nem jó a pozíció.
Nem engedi felverni. Kicsit közlekedek. Megpróbálok valami pozíciót felvenni, hogy engedje már fel a hátuljára ezt a valamit. Nem jó. Lehet, hogy nem lesz olyan hely, ahol fel tudom én ezt venni. Na hát, kapcsoljunk egy diffit meg mindent, mert úgy látom, hogy csúnyáskodik ez a talaj. Na így, megpróbálom így. Hát itt most már van elég hely, nem? Nem engedi egyszerűen. Nem engedi. Nem elég gegyenes, gondolom, a tarát. Tehát itt nem is lesz. Nem. Hát ez valami konténer szállító. Innen látni egyébként... Ó, ez meg egy ilyen izé, egy ilyen... Ezek gyakorlatilag... Ó, és ez meg egy tank lenne, gyerekek. Hát nem hiszem, hogy nem fogjuk tudni kipróbálni. Ez a rohadtul az is itt van. Na mindjárt teszek róla, hogy ne itt legyen. Úgy. Na itt már talán elfér, hát nem hiszem, hogy nem fér el. Rakjam jó pozícióval járművet, hogy fel tudják akasztani. Egyszerűen nem, ez szerintem itt nem megvalósítható ezen a terepen. Esetleg még úgy, hogy arra az útra rám nézzen. Azt még megpróbálom, nem erre, hanem a mellette lévőre. Pillanat. Hogy erről az útról érkezem, és akkor talán egyenesnek veszi a telepet, vagy úgy a garázsba. Azt még megpróbálom, ha nem megy, akkor azt nem erőltetjük. De hát akkor valószínűleg nem fogja szegény izéket se. Többi dolgot se. Hát így. Bízunk benne, hogy így fel fogja akasztani. Nézzük. És ezeket nem hajlandó így felakasztani a helyére. Így. Végre találtuk egy olyan pozíciót, ahogy... Aha, igen, ez egy ilyen normál pótkocsi. Gyakorlatilag, ha jól látom, ez egy ilyen... Ahol egy ilyen 8, 4 tengelyes pótkocsi, 8 kerekű. Nézzük a következőt, hogy mi van. Ha, és ugyanaz más rakománnyal egy bulldozerrel. Ugyanaz üresen. És ugyanaz egy ilyen csapat szállító tankkal, ami természetesen ezek nem használhatók semmire, hanem csak... Aha, ja. Ez a rakodógép. Semmire nem használható, csak annyi, hogy szállítani lehet természetesen. Na figyeljetek, akkor csináljunk egy olyat, hogy nézzük meg a legnagyobb rakomány melyik, mit. Ezt vettük ugye most fel, ezt. És akkor volt, ó! Igen, és itt van az X-Lo. Na ezt kellene, csak akkor ahhoz le kellene bennünk nekünk. Ezt ugye? És akkor itt volt, hol volt? Igen, ezt meg valószínűleg, ja igen, ezt meg kell a traktor, és akkor most. Szerintem ez a legnagyobb szállítmány, ahogy így nézem. Hát biztos vagyok benne, nagyon beteg nagy. És akkor ezt próbáljuk meg egy kicsit mozgatni ezen a terepen. Mondjuk. Van ott egy út arra. Arra esetleg elvinni, vagy pedig meg kellene fordulnunk teljesen. Ó, gyerekek. Ez a maz azért elég jól mozgatja, bár lehet, hogy nem sokáig. Attól félek. Megpróbálunk elmenni itt, és akkor itt jobbra felfordulunk, offroadba átváltva. Ilyen full offroadba, hogy lemegyünk még erről a földes útról is. Az a baj, nem látni semmit ettől, nem tudom egyszerűen úgy fordítani a kamerát, hogy lássunk valamit ebből az egész rakományból. Nem, egyszerűen nem lehet úgy fordítani. Lehetetlen. Ne! Hát ezt nem itt terveztem, még szerencsére, hogy vissza tudunk ugrani a garázsba, és érdekes, hogy ő azért berakja úgy randomra. Hát, na megpróbálunk itt az úton. Elvileg ez az útszerű dolog, ez egy ilyen vízes részhez vezet. Megpróbálunk nem felborulni. Ajajajajajajajajaj. Gyerekek, a rakományunk az...
Az nem tudom, mi történt veled, de valami nagyon csúnya dolog. Rakjuk vissza. Úristen, hát ez rendes, komolyan mondom, hogy konkrétan így majdnem kidurranak a kerekei a maznak, ahogy rákerül a súly. Na menjünk, most elvileg jó helyen vannak a kerekek, az előbb bevagoltak szerintem a talajba. Na, próbáljuk ki, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Tényleg szerintem ez a legnagyobb szállítmány, hát ez hatalmas. És a maza szépen megbirkózik vele, bár ugye még nem vagyunk semmilyen terepen. Na most kezdünk belemenni a sárba, nem tudom, hogy az mennyire fog jó lenni neki, mennyire fogja szeretni. Fel fogunk borulni. Szerintem ez még ennek is sok. Kicsit elnéztük a rajzot. Kicsit nagy ívbe kell fordulni ezzel a rakománya. Úristen. Jó, Jézus már ilyen hatalmas súlya van. Hát nem tudom. Jó, hát el lehet vele navigálni, az biztos. El lehet úgy nagyjából vele bóckodni, de szerintem azért nagyon könnyű elakadni vele. Ez komolyan egy olyan rakomány lenne, szerintem, ami ilyen két emberes, ilyen multiba esetleg így el lehet látni. Jó, hát most így egyenes terepen, így el vagyok vele. De szerintem egy ilyen hegymenetben kellene felhúzni sáros részen, az már annyira nem benne szerencsés. És nem is nagyon tud kezdeni. Az a fura, hogy nem borítja fel a masztáló helyzetből, pedig aztán elvileg szerintem ezt simán megtehetné ez a nagyra. Hát a full realitást akarnánk nézni, szerintem ez nem tudná elhúzni az olyan, ami egy ekkora rönköt. Arra várok, hogy legyen egy ilyen emelkedőszerű. Itt egy kicsit talán. Aha. Hát itt emelkedik. Szemmel is a jó szág, pedig aztán még ez nem is egy veszélyes emelkedő. Talán mennyi egy ilyen 20 fokos se. Nem, gondoltam, hogy balra beviszem, de mégse kellene. Ezt megkockáztam, inkább megpróbálok itt levizsgálni, és másik oldalt valahogy itt elkavarodni. Hát, amúgy is a masz, azt tudjátok, hogy mennyire nehezen irányítható, ez meg még hatványozott most ezzel a teherrel. Hogy hatványozódik. Ó, jaj. Ez a fa szerintem ezelőtt is okozott problémát. Hát, lehet, hogy egy kicsit szűk lesz a forduló. Gyerekek! Ne, és nem borult fel, és az a rakomány nem tud leesni. Az a vicces. Hát igen, most megtapasztaltam, milyen az alulra. Hát nem tudom, egy csörlődést esetleg még bevállalhatunk, de aztán tovább nem is. Mivel sok értelme nincs, sőt, hogyha nem is lesz, nem lesz olyan hely, ahol be tudnék akasztani, akkor amúgy is vége itt a dalnak. Hát nem tudom. Nem nagyon látok olyan helyet. Esetleg hátul? Meg lehetne húzni erre, figyeljétek. Felállítani? Próbálom arra húzni a hátulját. Nyílgázzal húzom már, mint... Oh! Nem hiszem el, gyerekek! Nem hiszem el! Úristen! Konkrétan benne mozgva a fa. Jó, hát ez sikerült. Egyébként még nem akasztottam le a csörlőt, és ez gyanús, hogy még mindig tudok mozogni. Jaj, ne! Basszus, konkrétan át...
elrántottam, azt így átvágódott rajta a rakományom, mint egy ilyen birkózó, amikor így átdobja a milyen francot az ellenfelét. Na jó, hát szerintem akkor ez ennyi volt. Hú, megint oda befúrta, nézzétek oda felülre. Biztos bevagoltatja oda. Igen, és nézzétek, ilyenkor a kerekeket berakja a föld alatt. Van számolási teljesítmény, amikor rád ledobja a különben a trélet. Na, azt nézem, hogy nincs még valami értelmes. De szerintem igazából ez volt a legnagyobb. Ez volt az, ami ilyen nagyon durva volt. Ja, és nézzétek, ezeket fel lehet akasztani simán a maz után. Tök durva. Ugye nem kell hozzá semmi. Ja. Ott, igen, ezeket. Á, hát itt megint a pozíció problémája. Francos ember. Nincs annyi helye, hogy lerakja a trélet, tegyen is be. Ezt azért nyekeregám. Ja, hát ezek igazából ugyanazok. Na? Ja, hát igazából most jó, ezzel még lehetne így próbálkozni, de szerintem egyik se olyan hatalmasan nagy, meg nehéz, mint például az első volt. Ez egy ilyen kis kedvemes maz, szerintem ez vígan vinni hegyen völgyön át. Nem nagyon okozna neki problémát. Hiába van rajta egy páncél. Ó! Oh. Ja, hogy kikapcsoltam a lifit, elnézést. Meglepődtem, hogy nem nagyon akarja húzigálni. Aztán mégis. Ja, hát ez ne... gyakorlatilag meg se kottyan a járminek. Szerintem... Ó, oh, de, nézzétek! Ilyen, hogy ennek a portnak nincs az idője. Kormányozható kereke, hanem csak így... Áááá! Hát ez nem olyan egyszerű. Első dolog az, hogy nincs kormányozható kerék rajta. Hanem így full keresztbe húzingálja a gép. A másik meg az, hogy... Hogy például lengés csillapító ugye nulla, és amikor így felhúzzátok egy ilyen dombon, akkor az így szépen így beáll. Ez nem is fog felmenni, ezt elmondom nektek. De nem... Hát ez ugye megemeli az elejét. Semmi ugye nem. Fixa a kar rajta az akasztókkal is. Ez nagyon nem jó, de hát ez nem a... Nem az engine hibája, meg nem a masz hibája, hanem a megvalósítási. Hát nézzétek, hát keresztbe húzza ezt a szerencsétlen fotót. Ugye nincsen rajt fordulatható kerék, vagy forduló, kormányozott kerék. Hát így nem lehet vele. Hát ez vicces. És meg ráadásul tényleg itt egy darab vas, úgy húzzuk magunk után. Hát ez nem mindez, ez egy vicc. Ez egy oké, hogy szépen megmunkálták, megcsinálták, de ennek így annyira nincs értelme, nem? Meg nehéz, mert érezhető, hogy nehéz, hogy a masz szenved, de a legnagyobb baj az vele, hogy nem jó van megmunkálva, nincs semmi. Most például szerintem a leginkább az első kerekén gurul ez a jármű. Nézzétek. Hátsó kerekek a levegőbe. Á, ez egy brutál megvalósított jármű. Egy, vagyis vontatmány. Nem elég rugalmas, hát nem hajlik a vonókar, meg semmi ízé nincs rajta, annyi, hogy forognak a kerekei. Hát ez egy vacak. Szépen megcsinálták, hogy rajta van egy ilyen cucc, de hát ilyen pótot szerintem a világ nem látott, hogy egy darab forgatható, vagy irányítható kereke nincs, hát hogy húzná egy akármilyen jármű, nem? Na jól van, oké, szerintem akkor ez ennyi volt, ez a gameplay. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha esetleg akartok a többi trailert is, mármint vontatmányt is megnézni, akkor nyugodtan írjatok, és akkor ki fogjuk próbálni azokat is. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Sziasztok!